Bogyai Zoltán, a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya megyei igazgatóságának vezetője. Második alkalommal rendezték meg a középiskolás labdarúgó tornát. Mennyire sikerül hagyományt teremteni ebből? Szeretnénk belőle hagyományt teremteni. Ezt a PSN ZRT-vel közösen rendezzük meg. 2013-ban került első alkalommal sor erre a tornára, akkor 11 csapat nevezett, vegyesen fiúk és lányok. Idén ezt a számot sikerült 14 csapatra föltornázni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen tavaly 13 őszén volt két forduló, és most 2014 tavasz szám volt két forduló, ez volt a negyedik záró forduló, ahol tudtunk győztest hirdetni, eredményt hirdetni a korosztályokba. Mennyiben különbözik ez a torna a többi középiskolások részére kiírt labdarúgó megpróbáltatástól, gondolok itt Diák Olimpia, Coca-Cola torna? Szerintem nagyban nem különbözik. Nekünk az volt a célunk, hogy főleg a fiúknál, hogy olyan játékosokat tudjunk megszólítani, akik jelenleg nincsenek leigazolva, nem rendelkeznek versenyengedéllyel. Szerettük volna körükben népszerűsíteni a labdarúgást. A lányok esetében más a helyzet, ott olyanok is jöhettek, akik igazolt sportolók. Az igazgatóság az idei szezonban írt ki először lánycsapatok részére a megyében bajnokságot, erre 8 csapat nevezett, úgy néz ki, hogy jövőre ezt a számot sikerül 12-re vagy 14-re föltornászni, és próbáltuk ezt az alkalmat is megragadni, hogy megszólítsuk azokat a lányokat, akik még nincsenek leigazolva, de ezek kedvet éreznek a foci iránt. De ugyanez volt a célunk a fiúknál is, hogy már az elmúlt két évben durván 1700-an nőtt az igazolt labdarúgók száma Baranyában, de még nagyon sok klubnál az utánpótlásban azért vannak hiányok, szóval elfér még bőven az utánpótlás, és itt is az volt a célunk, hogy esetleg valakiben, hogyha kedvet tudunk ébreszteni a labdarúgás iránt, és vállalja azt, hogy heti rendszerességgel edzés versenyez, akkor már elértük a célunkat. Szabó Zsolt, a Komlói 501-es szakmunkás képzőnek a testnevelő tanára. Két csapata is indult a középiskolás kupán, mind a kettővel győzött is. Ugye a fiúknál az a jellegzetesség, hogy hát nem lehetnek igazolt labdarúgók. Mennyire volt nehéz összeszedni őket futballozni? Hála Istennek ilyen szempontból szerencsém van, mert szeretnek focizni a diákok. Ez ugye különleges volt abból a szempontból, hogy nem igazolt játékosokról van szó. De ilyenek is van, ügyesek is, úgyhogy ha fociról van szó, akkor minden további nélkül jönnek. Ugye nem igazolt labdarúgókról van szó, más sportágokban azért jeleskednek a fiúk? Nagyon szeretnek még röplabdázni, ez a kettő inkább jellemző. Hogy sikerült őket felkészíteni? Mi volt a felkészítés menetrendje? Heti egy-két alkalommal szoktunk összejönni. Ez több-kevesebb sikerrel meg is valósul. Vagy tudnak jönni, vagy nem. Ugye nehéz ezt nekünk összehangolni, mert mivel szakmunkás képző intézet vagyunk, ezért van gyakorlat is, meg elmélet is. És van, akinek a gyakorlat nem jó, mert később végez. Nehéz, de amit az eredmény mutatja, sikerült felkészülni. Testnevelés órák keretében mennyire lehet beépíteni ezt? A tanmenetet használva van labdarúgás óránk is, és akkor ha sokan vannak egy osztályból a csapatban, akkor természetesen ők játszanak, igen. Mennyire vannak sokan egy osztályból egy csapatban, vagy mennyire széttakozódott ilyen szempontból a társaság? Hát ez vegyes. Két-három osztályból vannak inkább csak. Itt a pályán kívül és azon kívül, hogy itt futballoznak, mennyire érdeklődnek a fiúk a labdarúgás iránt? Vannak szurkolói csoportok között, különböző külföldi kluboknak, beszélgetnek a fociról? Ja, beszélgetnek a fociról. Testnevelés órákon ugye a kedvenc mezőkben vannak, de hát mivel mi Magyarországon vagyunk, ezért a magyar focit kéne nekik preferálni, de az nem megy. Szikszai Zsolt, a Széchenyi Gimnázium testnevelő tanára. Kuriózum jelleggel a női tornát nyerte meg a csapata. Mennyire volt nehéz a lányokat rábeszélni, futballozni? Igen, hát nem mondhatnám, hogy nehéz volt, mert nálunk vannak igazolt labdarúgóink, lányok. Kézilabdásokból és labdarúgókból azért sikerült egy ütőképes csapatot összerakni, összekovácsolni. Tehát így a futballmozgás kultúráját már nem kellett nekik elmagyarázni. Így van. Készültek, rendszeresen ők járnak edzésre. Úgy gondolom, hogy ez működött, ez a dolog.
Milyen lelkesek voltak a lányok? Követeltek több edzést, több közös munkát? Igen, délutánonként, ha volt rá lehetőség, akkor készültünk. Nagyon lelkesek voltak, rendszeresen a tanév folyamán kérdezték, hogy mikor és mikor lesznek a tornák. Úgy gondolom, hogy nagy sikert aratott ez a PSN ZRT által rendezett torna. Ezen a tornán a lányok ugyanazon a poszton szerepeltek, mint ahol az igazolt csapatukban, vagy itt azért kedvükre cserélgethették a posztokat? Hát azért a nagy pályát nem lehet összetéveszteni a kispályával, itt kispályás fociról volt szó, 4+1-ben játszottak, vegyesen próbáltam megoldani azt, hogy mindenki minden poszton tudjon játszani. Akkor nagy élmény lehetett a csatárnak visszamenni védekezni. Igen. Szép gólok is születtek, úgyhogy védők is, kapusposzton is több játékost kipróbáltunk, és végül sikerült a dobogó tetejére elérni. Ugye 4 csapat indult ezen a 4 fordulós tornán, mennyire volt erős a mezőny? Nagyon jó volt, tehát 4 csapatról volt, induló volt valóban, a 4. helyezett csapat az egy kicsit kilógott a mezőnyből, de az első 3 az pedig rendszeresen körbeverte egymást, tehát kiegyensúlyozott volt a mezőny.